Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim! A vízügyi szolgálat, a vízügyi igazgatóság nevében nagy örömmel vesszük át ezt a létesítményt. A szalagátvágást követően a vízügyi igazgatóság szakemberei felnyitották az egyes számú zsilipkaput. Ezzel szimbolikusan is munkába állították az árapasztó víztározó rendszert, ami a Tisza térséget érintő szakaszában akár 60-80 cm-es vízszintcsökkentésre is képes lesz. A kormány úgy döntött 2010-ben, hogy muszáj olyan rendszereket építeni, ami az itt élő 23 és 50 ezer ember közötti létszámnak biztonságot tud nyújtani. És ennek az egyik jó példája, amit ennek ez a víz árapasztó tározó, amit ma átadunk, hiszen mind méretében, mind fontosságában, mind talán szimbolikumában ez jelentős, hiszen kevesen tudják, hogy 2001-ben pont itt szakadt át a gát. És hogy elmondták az előttem szólók a beszédekben, meg köztudomás is, hogy itt nem csak azért van jelentőség ennek az árapasztó tározónak, hogy maga a vízszint szabályozást itt meg tudjuk csinálni Magyarországon, hanem hogyha valami katasztrófa történik, még Ukrajnában, Kárpátalján, az másodlagos hatást itt tudjuk kezelni. Ez nagyon fontos. Az árapasztó víztározó rendszer a helyi vízszintcsökkentés mellett a Tisza záhony alatti szakaszára is hatással lesz. Az előzetes számítások szerint még Tokajnál is mintegy 20 cm-rel csökkentheti a levonuló árszintjét, mondta el Bodnár Gáspár, a Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. Ahol állunk, ezen a műtrágyon keresztül 600 köbméter vizet tudunk másodpercenként a tározótérbe a Tiszából kivezetni. A rendszer keretében megépült egy olyan töltésrendszer, ami 60 kilométer hosszú, kapcsolódik hozzá egy fióktározó is Lónya térségében, és árvíz esetén tudjuk kezelni úgy az árvizet, hogy gyakorlatilag homokzsákok alkalmazására nem lesz szükség, hanem gombokkal kell az árvízvédelmet megoldani. Segíteni fog a belvízvédekezésben is, hiszen közel 70 műtrágy újult meg, illetve épült a rendszer keretében, és vízhiányos esetekben is tudunk vizet juttatni a rendszerbe, úgyhogy a meglévő csatornákon keresztül szét tudjuk osztani a felhasználók felé, az értékes élővilágot vízzel el tudjuk látni, az értékes erdőket a berekben, illetve a mezőgazdaság részére is majd tudunk vizet juttatni. Az elkészült beruházás összköltsége 33 milliárd forint volt, a jövő évben pedig egy tájgazdálkodási projekt indul a térségben, aminek a vízkészletek növelése lesz a feladata, tette hozzá az igazgató.